Check 1, 2. Et que ça s'appelle comme ça, non? Ezt a Vojnics Attila kezdte az egész társasága, meg a Vasicsek öcsi, és ők megcsinálták a Frank Zappa emlékzenekart. Aztán kitaláltuk, hogy esetleg mi lenne, hogyha a Sirius-t is belevonnánk a dolgokba, a Sirius zenét. Én írtam nagy részt a zenét a Sirius-ba, ezért engem meghívtak, segítsek be egy kis orgonázás, zongorázás, egy kicsit maibbá tenni a dolgot, talán vigyázni kell, azért nem kell. A hagyomány az hagyomány, tehát megpróbáljuk úgy játszani, ahogy régen, és de azért hangulatában, mert mégiscsak 2013-at írunk, és megpróbálunk valami dögösebbet beletenni. Hát az 13 éve volt már, és egy fővárosi klub felkérésére jött. Hát volt egy alapötlet, és akkor ez a klub felkért minket, na akkor próbáljuk ki. Hát mondom, egy misét megjelent, megcsináljuk. Aztán a teltház lett, aztán mondták, hogy csináljunk még egyet. Mi csak egy koncertet akartunk, aztán úgy maradtunk. Jackivel, meg az egész, az eredeti Sirius, a nagy, jó, vegyük úgy, a nagy Sirius, az 74-ben lett vége. Mindenki elment, ahova akar, a Jackie Ausztráliába, a Rádió Misi Amerikába, és ketten itt maradtak a Baronics, meg a Veselinov. A Sirius is ezt a progresszív rockot játszott, tehát akkor korszakalkotó volt a 70-es években, és ahogy játsszuk, úgy érezzük át ezt a kortalanságát ennek a zenének. Vendégművészeink voltak, ugye, és itt jön az érdekesség, az első időszakban Jimmy Carr Black, a Grandmothers of Inventionnek volt az egyik tagja, és régi Zappa zenész, és rá egy évre sikerült Jackie Orszackival is együtt muzsikálnunk, és akkor ugye innen jött az ötlet, hogy aztán mi lenne, a kis Sirius-t is lehetne játszani, szegény Jackie ugye nincs velünk, és akkor csináltunk 2010-ben, ugye öcsi, februárban egy Sirius-en annó emlékestet, akkor jött ki a Rádújnak a annó tripla lemeze, és annak a tiszteletére egy ilyen élő koncertet, és azóta folyamatosan nyomjuk. Hát nekem egy nagyon nagy élmény ez az egész, mert ezeket a csodás dalokat és csodás zenéket megint hallhatom, és játszhatok is benne, és fiatalok meghívtak, és ami nagyon fontos, hogy a két öreg barátommal, a két kortársammal, a Lacikával, valamint a Misivel megint együtt vagyunk. Nekünk az egész repertoárunkat, amit tudunk, el kell, ez egy 5 órás koncert lenne körülbelül. Gyakorlatilag a Frank Zappának a best bandes időszakáról beszélhetünk, ami a 80-as évekre apostrofálható, ami azt jelenti, hogy a best band is szintetizálta az addigi munkásságát a projektnek, és gyakorlatilag például volt a dupla best band lemez, és ott mi is ugyanúgy felfűzve adtuk elő a darabokat, ahogy ők, kicsit a saját szájzunk szerint, de 5 szám például egybe lement, és ezt koncerteken is így nyomtuk. De hát nem okozott akadályt, mivel a zenekar állománya olyan muzsikusokból áll, hogy gyakorlatilag mindent tudnak játszani. Én később csatlakoztam a zenekarhoz, de a Zappa életműből az az érzésem, hogy a mi zenekarunk először szintén ezeket a bluesokat, amit az Attila is mondott, a bluesokat kezdtük el játszani, relatíve egyszerűbb Zappákat, még a 60-as évekből, és aztán, ahogy ő is
nyilván kicsit bonyolította, ahogy a saját zenei világát alakította. Talán a mi zenekarunk életében is később jött meg a kedvés, a szájunk kize szerint az egyre bonyolultabb Zappa számokat kezdtük el játszani. Sirius-t is egy kicsikét úgy játsszuk, mint hogy a Bass Band játszan el Sirius-t. Tehát egy kicsit modernizáltuk az egészet, meg a groove-ok is modernebbek váltak. Kicsit meghúztuk a tempókat, amiért volt, akinek nem örült neki, de ez egy gyorsabb kor. Gyakorlatilag a zenekarnak a életkora fiatal, tehát mi vagyunk itt öregek, hogy a Tomi, Takács Tomi, jó magam, de aztán az öcsi az már fiatal, és a fúvó szekció azok meg majdnem a gyerekek, mert 28, 27, 30 év körül srácok vannak ott, jó, a fúvolista idősebb, meg ő tanár is amellett, és hát a dobos is most múlt el 30, tehát gyakorlatilag fiatal, mondhatni azt, hogy ez egy fiatal emberekből álló zenekar. Gyakorlatilag a 73-ban meg nem jelent lemezről fogunk egy nyitószámot előadni a Magas Fák címen, és utána a Széttört Álmok Suite-ből, ami ugye az 69 körül apostrofálódott, pár számot el fogunk játszani, és a műsor végén pedig a Devil's Masquerade című Ausztráliában megjelent lemezről pár darabot kimazsolázunk, és így eszenciálisan nyújtunk át a közönségnek, mint egy csokrot. Gyönyörű volt.